Itt látható az az épület, amelyben volt hajdanán az úr kutya. Nevezték Weissbrunnak, tehát fehér malomnak is, és amit még érdekesebb, nevezték Fingókutnak. 1750-es években, amikor a vár átépítését kezdték meg, akkor ugye rengeteg vizet kellett volna hordani a Séd vizéből, mégpedig emberi erővel, aminek nagy akadálya lett volna. Koller György püspök úr tervezte azt, hogy a Sédből valamilyen energiával kellene felvinni a vizet a várba, hogy meggyorsítsák az építkezéseket. Kijelent meg a környéke, mint Tumler György, aki Németországba született, Városrődre került, és egy ezermester Molnár ember volt. Épp ebben az időben megjelent a püspökségnél, munkát keresve valamelyik malomba akart elhelyezkedni. 1760. február 23-án meg is kötötték az egyességet, elkészült a szerződés, és Tumler György vállalta ennek a berendezésnek megépítését. Igen ám, de ott volt mellette a malom. Nagyon érdekes, hogy a Sídnek a déli oldala a püspökségé volt, míg az északi oldala pedig a káptalané volt. Na most a káptalani oldalon ugye ott volt a kétkerekű malom, és ennek a kétkerekű malomnak az egyik kerekét kellett átadni a vízemelő berendezés hajtásához. És ezt a Tumler György alkotta meg, mégpedig két dugattyús szivattyú berendezéssel. És az Urkuti malom melletti épületből egy vízmeghajtású szivattyúval valószínű, hogy részt csöveken felnyomták a püspöki palota pincéjén keresztül a vizet, állandó menettel a püspöki palota elején levő csorgókútba, erről van fénykép, és amikor ennek a vize már elég volt, akkor először a piarista gimnázium udvarára vezették le, és később pedig levezették a mai Óváros térre, tehát a piac térre, és ott volt ez a bizonyos szökőkútszerűség. Megegyeztek a püspök úr meg a káptalan, hogyha megszűnik a malom, akkor a vízikerék visszamenne a vízimalomhoz. Ez nem valósult meg, hanem a káptalan 1920-as években eladta Frick Károlyéknak a malmot, és csak egy kerékkel üzemelt. És mi történt ugye az egy kerékkel? Frickék abba daráltak még az 1970-es években is, aztán közben Frigg bácsi megöregedett, és eladták a malmot, megvette a malmot a Veszprém megyei vendéglátóvállalat, és elhatározták, hogy abba egy csárdát építenek. 1978. május 1-én nyitották meg a borozót, ahol papeltársnak ott kellett ám lenni. A probléma az volt, hogy a kerék eltűnt, a belső berendezést szétszórták, egy vasárnap engem tájékoztatnak veszprémiek, hogy Pista bácsi, nem menne el az Urkuti malomhoz, elégették a vízikereket, mondom, nem mondják, hát én megegyeztem a tervezővel, hogy ott vízikerék maradjon továbbra is, és a berendezés maradjon meg. Fájt a szívem érte, de nem tudtam semmit csinálni. Jön a papeltárs, és akkor mi lesz, mit mondanak neki, hogy nincs semmi berendezés a malomba. Hát végül ők ajánlottak föl, hogy bérelik tőlem azokat a berendezéseket, meg kiállítási tárgyakat, amit én átadnék. Hát aztán ebbe belementem, végül is évente megkaptam érte 3000 forintot, vagy 5-6 évig büntettem őket, és akkor végül lemondó levéllel, hát lemondtam a bérletről, és így maradt továbbra is ez a kocsma, mai napig is üzemel.